műemléképület egyik részében megnyílt Diptik Art Space kiállítótérben kaptak helyet Pincehelyi Sándor munkái. Az új galéria a kortárs román és nemzetközi képzőművészek munkáit hivatott bemutatni. Mielőtt ide elköltöztem volna a műtermemmel, egy galéria volt, Anka Poterású galéria, akivel én dolgozok, és ő elköltözött, ezelőtt 4 hónapja. Én beköltöztem a műteremmel, és mivel 3 terem van, egy kicsit túl sok lett volna nekem, és túl sok nekem, emiatt arra gondoltam, hogy egy új, különleges kiállított termet fogok csinálni, és mivel 2 szoba van, és a folyosó, lépcsők, arra gondoltam, hogy a legjobb neve az lenne, hogy Diptik. És szeretnénk a társammal együtt, mert valakivel társ vagyok ebbe a galériába, külföldi művészeket meghívni, kiállítsanak, és románokat. A tárlat rendhagyó módon nyílt meg, senki sem mondott beszédet, a látogatók miután végignézték az alkotásokat, a belső udvarban beszélgethettek a kiállító művésszel, és természetesen egymással is. Pincehelyi Sándor a sokszorosított grafika, a festészet és a fotó mellett különböző iparművészeti műfajokban is dolgozott. Az elkoptatott jelképeket ironikusan újraértelmezte, a hétköznapi tárgyakat környezetükből kiszakítva jelképi szintre emelte, átlényegítette. A művész néhány munkáján önmagát is eszközként ábrázolja. Mindenesetre én nagyon örülök, hogy egy ilyen remek helyen mutathatom be a munkáimat, amelyek 1973-tól 2014-ig készültek. Ez egy rövid áttekintés az én tevékenységemről. Én nem csak grafikákat, hanem festményeket, szobrokat, installációkat, fotókat is készítek. Ez mondjuk szállítás miatt is egyszerűbb egyet idehozni. És hát ugye hát itt reprezentatív 4 évtized munkájából látunk egy válogatást, amikor a művész kap egy ilyen szabad kezet, egy nagy szabadságot, hogy ő válogathasson a munkái között, akkor az nehézség vagy könnyedség éppen? Hát könnyebbség is, meg nehézség is. Az az igazság, hogy vannak munkák, amik idő folyamán kikristályosodnak, és kiesnek a gyengébbek a rostán és a szűrőn. És én úgy hiszem, hogy most, amit itt bemutatok, ez méltón reprezentál engem, hogy mit is készítettem 40 év alatt. Pincehelyi folyamatosan alkot, és a progresszivitás szószólójaként állandóan keresi az újdonságot, de a rendszerfüggetlen motívumok, metamorfózisok világát is kutatja. Már elég régóta, 1982 óta foglalkozom ezzel a sorozattal. Ebben elsősorban a magyar nemzeti színek voltak azok, amik a kiinduló pontot adták. Ezeket különböző természetben lévő paprikára, hagymára, körtére, almára, stb. Festettem rá, és abból készültek. Nálam minden munkának a kiinduló pontja elsősorban egy fotográfia, és azt valamilyen grafikai technikával ötvözve adom elő, és abból készülnek el a művek. Pincehelyi nevéhez fűződik a Pécsi Galéria és Műhely, alapításukban, fenntartásukban sok szerepet vállalt. 70-es, 80-es években egy olyan város volt, ahol csak a progresszív művészetnek volt létjogosultsága. Én ebben nőttem fel, az én mestereim is nagyon jók voltak, és ezt tanították a különböző iskolákban, ahova jártam. Most egészen más a helyzet, nem rosszabb, hanem egyszerűen más. Fölnőtt annak révén, hogy Pécsett van egy művészeti kar, a művészeti kar
mint oly sok művészeti kar szinte önti magából ki a diákokat és a fiatal művészeket, fiatal növendékeket. Átalakult ez, ők másképp gondolkodnak, frissebben foglalnak fel bizonyos dolgokat, frissebben fogalmaznak meg dolgokat, úgyhogy hát mint a világ átalakult 30-40 év alatt, ők is átalakultak meg, meg a környezetük is megváltozott. A Visionary Works című kiállítás október végéig látogatható.